Köszöntöm nézőinket, Lipták Péter vagyok, és mutatom, mit kínálunk a mai Cikádor magazinban. Több 100 millió forintos fejlesztésekre pályázik Bátaszék. Klímastratégia Bátaszéken. A mezőkúriáról mesélt az egykori főedző unokája. Japán mester érkezett a bátaszéki karatésok edzésére. Több 100 millió forintos fejlesztésekre ad be pályázatokat Bátaszék önkormányzata. A terület és település fejlesztési operatív program keretein belül a város konyháját, az idősek ellátásának épületét és több utcát is korszerűsítenének. A rendkívüli testületi ülésen a szúnyoggyérítésről és a piac felújításának további lépéseiről is tárgyaltak a képviselők. Megállapítom, hogy a képviselőtestület határozatképesen megválasztott 9 főből 5-en jelen vagyunk. A mai is rendkívüli testületi ülésen többek között a pályázatok benyújtásáról döntött a jelenlévő 5 képviselő. A top pályázatok kapcsán a képviselőtestület már elvi döntéseket hozott, most a végleges döntések meghozatalára került sor. Így döntöttünk arról, hogy az általános iskola energetikai korszerűsítésehez kapcsolódóan újabb forrást rendel a befejezéshez. Itt menet közben kiderült, hogy a hátsó bejárati kaput egy másik helyszínen kell megvalósítani, ez tervben így nem szerepelt, így ez mint egy 1,2 millió forintos saját forrás biztosítunk, hogy megfelelő műszaki tartalommal és az általunk elképzelt helyen tudjon megvalósulni egy új bejárati kapu. Az általános iskola épületében működő konyha felújítására benyújtjuk a pályázatot. A pályázat keretében mintegy 272 millió forint összegű pályázati csomagot állítottunk össze. Ennek durván 80%-át költjük majd ténylegesen építési feladatokra, ahol megújul a villamoshálózata a konyhának, megújul a gépészete, elsősorban a légtechnikája, hogy megfelelő páraelszívást, illetve megfelelő hőmérsékletet tudjunk tartani a konyhában. Konyha technológiát fogunk felújítani teljes egészében, és hát némi építészeti munkát is fogunk elvégezni. A pályázat benyújtása az június első napjában meg is fog történni. Arról is döntött a képviselőtestület, hogy az idősek nappali ellátásának épületére is benyújtjuk a pályázatot. Itt a pályázatból elnyerhető összeg az 400 millió forint. Itt mintegy 260 millió forint összeget fogunk első ütemben reményeink szerint erre az épületre költeni, hiszen a bekerülési költsége az sokkal magasabb, mint amit egy pályázati ütemben el lehet nyerni, ezért két ütemben fogjuk benyújtani, a második ütem mintegy 270 millió forint összegű pályázati főösszeget fog jelenteni, és így tud esetlegesen megvalósulni az az elképzelés, amiben döntött a képviselőtestület, hogy megmarad a főépület, az egy teljes felújításon esik át, és két épületszárny hozzáépítésével tudjuk a 30 fő nappalellátás és a 10 fő demens ellátás biztosítani reményeink szerint pályázati forrásból az elkövetkező időszakban. Útfelújítási pályázat beadásáról is döntöttek. Az önkormányzat 3 tendert nyújt be a közeljövőben. Az első pályázatunk az a Bezerédi utca felújításáról fog szólni, a második pályázatunk az Olimpia Orbán utca felújítására, míg a harmadik pályázatunk az Lajvér településen belüli útfelújításokról. Az első esetben mintegy 80 millió forintos pályázati keretösszegben, a második esetben 180 millió forint, míg a harmadik esetben mintegy 40 millió forintos keretösszegben kívánunk pályázatot benyújtani, és reményeink szerint sikeresen tudunk majd ebben lobbizni, hogy eredményesek is tudjunk lenni. A hamarosan aktuálissá váló szúnyoggyérítéssel is tárgyaltak. Mivel településünk nem esik bele az országos szúnyoggyérítési programba, így nekünk saját forrás kell biztosítani, mintegy 1,2 millió forintot biztosít majd erre a képviselőtestület, és ebből két alkalommal tudunk földi szúnyoggyérítést végezni a település teljes területén. A piac felújításának projektje is előre haladt, hiszen a közbeszerzési eljárás már lezárult. A képviselőtestület megnevezte és meghatározta a szakemberek jogi és műszaki véleményezés után, hogy ki az, aki ezt a kivitelezést majd elvégezheti. Szembesülnünk kellett azzal, hogy a rendelkezésre álló források nem elegendőek a legjobb ajánlattevő kifizetéséhez, mintegy 38 millió forint többletforrásra lenne szükség ahhoz, hogy ezt a beruházást be tudjuk fejezni. Ebből a városnak a már korábban megítélt mintegy 20,5 millió forint saját forrásához
újabb 8,5 millió forint saját forrás kellene vállalnia, míg a felmaradó 38 millió forintból felmaradó, mintegy 29,5 millió forintra pedig kérvényt fogunk benyújtani az irányító hatósághoz, hogy támogatás kiegészítéssel segítsék, hogy ez a projekt az eredeti műszaki tartalommal meg tudjon valósulni. A terület és településfejlesztési operatív program keretein belül beadott pályázatok elbírálása még a nyáron várható. Vajon tényleg olyan rossz a helyzet a környezetvédelem területén, mint ahogy erről beszélnek? Mire jó a klímastratégia? Mi a dolgunk, mit tehetünk a jövőnk megmentése érdekében? Ezeket a kérdéseket boncolgatta Kocsis Anikó ökológus a Bátaszéki Könyvtárban megtartott előadásában. Sokan azt remélik, hogy a klímaváltozás okozta problémákkal majd megküzd az állam, a szakértők, a nemzetközi szervezetek, a környezetvédők vagy a megfelelő jogi szabályozás. Hajlamosak vagyunk legyinteni és azt hinni, hogy majd valamilyen szervezet biztosítja, hogy mi élhessünk úgy, ahogy eddig, vagy ha lehet, egy kicsit jobban. Jelzem, akik így gondolják, csalódni fognak. Na de nem akarok előre fekete fellegeket festeni. Az Ökorégió Alapítványa fenntartható fejlődését elnöke, Kocsis Anikó ökológus, majd megteszi helyettem. Azt szoktam mondani, és sajnos ez a tény, hogy nagyon sokat kell azért annak érdekében tennünk, hogy egyre kevésbé rossz környezetbe kelljen élnünk, mert hogy rosszabb körülmények között fogunk élni, az 100% biztos. Itt az a kérdés, hogy ez a környezet az mennyire lesz rossz. Ugye mondtam? No de elkeseredésre nincs okunk, pont azért dolgoznak a szakemberek a társadalom számára készülő felhívásokkal és oktatásokkal tartított programokon, hogy megoldást nyújtsanak a problémára. A klímastratégia egy rendkívül fontos dokumentum a jelenre és a jövőre nézve, valójában egy intézkedésekig lebontott cselekvési terv 2030-ig, illetőleg kitekintéssel 2050-ig, ami arról szól, hogy mit tehetünk helyben a éghajlatváltozás mérsökléséért, illetőleg ami ebben az országnak ebben a részében még nagyobb fontosságú, mit tehetünk a változó környezethez való alkalmazkodás érdekében, illetőleg a harmadik pillére pedig a szemléletformálás, hiszen addig, amíg a lakosság döntő többsége nem vált szemléletmódot, tehát nem gondolkodik és nem él klímatudatosan, és ez nem fogja a mindennapjaikat áthatni, addig nem lehet sikeresen megvalósítani a klímastratégiát. A szükséges cselekvéseknek a terepe lehet olyan, ami a társulás minden településére vonatkozik, van amelyik csak néhány településre, és vannak általános érvényűek, ami mondjuk minden háztartásra vonatkozik. Armstrong mondta, a hold felszínére lépve, hogy kis lépés az embernek, hatalmas ugrás az emberiségnek. Nos, valahogy így kell elképzelni a dolgot Kocsis Anikó szerint is. Ilyen kis lépés például, hogy olyan boltban vásárolunk, ahol helyi termelő portékái vannak a polcon, és otthonról viszünk egy használt farmerből készített szatyrot, hogy ne kelljen műanyag zacskóba tenni a vásárolt termékeket. Ez az az első lépés, amihez inkább klímatudatos szemlélet kell, sem mint pénzügyi befektetés. A farmer az egy nagyon jó példa, most pontos mennyiséget nem tudok mondani, de egy farmer nadrágnak az előállítása, tehát amíg a gyapotból ugye farmer nadrág lesz, az több száz liter vizet igényel, vagy egy póló. Abnormális mennyiségű ruhát gyártanak le a világban, sokkal többet, mint amennyit el tudnak adni, annál meg pláne többet, mint amennyire valójában szükségünk van. Tehát vissza kéne térnünk arra, hogy sokkal, de sokkal kevesebb. Azt kell, hogy mondjam, hogy akár az egy tizedére is le lehetne csökkenteni a jelenlegi ruhavásárlást. Tehát most mindenki nézzen már otthon körül. Általában 10 emberből 9-nek a szekrényéből dől ki az ott felhalmozott, évtizedek során felhalmozott ruha, amiket nem is használ, teljesen feleslegesen vásárolta meg. Ennek óriási az ökológiai láblenyomata, óriás a környezeti kockázata, tehát át kell szelemülnünk, kevesebbet, minőségibbet vásárolnunk, csereberelni egymás között, használt ruhát vásárolnunk, felújítanunk, végtelen lehetőségek vannak.
és a pénztárcáknak is jobban teszünk. Igen, ezek a fast fashion hálózatok azért nem tettek jót. Tehát az a világ rákfenéje. Tehát a 21. századnak a jóval a közep előtt, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy 2030-ra el kell tűnnie ennek a földről. Ha nem, akkor nagyon nagy bajba leszünk. Akkor kicsit térjünk vissza még erre a családra, hogy a modellt, hogy kicsit tovább folytassuk. Tehát mondjuk a két autóról váltsanak esetleg egy autóra, vagy oldják meg úgy, hogy ha lehet egy irányba utaznak, akkor egy autóval menjenek. A tömegközlekedéssel menjenek. Amiről már beszéltünk, hogy Magyarországon is már kezd kialakulni, nyilvánvalóan a vidéki térségekben azért ez egy kicsit lassabb folyamat, az autó megosztás, autó kölcsönzés, de mindenhol elég egy-két aktív ember, és akkor ez el tud indulni ez a folyamat. Teljesen biztos vagyok benne, hogy 5 év múlva már Magyarország minden térségében ez elérhető lesz, 10 év múlva pedig ez egy teljesen normális folyamattá fog válni. Ruházati termékekből egyébként a világjárvány alatti bezártság miatt sokkal kevesebb fogyott, mint az azt megelőző egy vagy azután eltelt fél évben. A koronavírus sok negatív hatása mellett azért hozott olyan változást, amit a klímakutatók nem bántak. Főként a Covid elején, amikor az embereket sokként érte természetesen a Covid, illetőleg a vele együtt járó lezárások, sokan elgondolkodtak, hogy mi is az életminőség, hogyan lehetne másképpen élni, és ez a mai napig érezteti a pozitív hatását, például a turizmusba. Még akkor is, hogyha jelenleg például tömve vannak sajnos újra a repülőterek, de érezhetően megnőtt azon emberek és csoportok száma, akik a turizmusnak a fenntarthatóbb ágai iránt érdeklődnek, közelebbi célpontokat választanak, ahova nem repülővel vagy hajóval kell menni, illetőleg a pandémia folytán felerősödött azon turizmus fajtáknak a jelentősége, amik a csendes és különálló elvonulást hivatottak biztosítani. Tehát a vidéki turizmus, ökoturizmus egyértelműen ennek a nyertese. Az mondjuk már egy másik kérdés, hogy minden országban azt lehetett látni a korlátozások feloldása után, hogy komoly anyagi támogatásokkal próbálják visszarendezni az életet abba a kerékvágásba, amit egyáltalán nem kellene. A riport elején említettem, hogy Kocsis Anikó nem épp pozitív képet fest a következő évtizedekről, de a kisfilm azért készült, hogy segítsen tudatosabban cselekedni mindenkinek, aki a környezeti változások lassítása érdekében tenni szeretne. Bátaszék egyik jellegzetes műemlékvédelem alatt álló épülete a Mezőkúria a Budai úton. Volt már családi ház, kocsma, de a szovjet hadsereg is tanyázott itt a II. Világháború alatt. Mező Béla, az egykori alsónyéki főjegyző unokája is sok időt töltött itt gyerekként. Ő mesélt stábunknak a házról és a nagyszüleiről. Szinte nap mint nap elmegyünk mellette anélkül, hogy tudnánk, milyen különleges ez az épület. A Mezőféle kúria helyi műemlékvédelem alatt áll. Mező László, alsónyék hajdani főjegyzője lakott itt. Az ő unokája, Mező Béla látogatott el az egykori családi házhoz. 47 körül volt az az első nyár, mikor a nyarat itt töltöttem, mert akkor már az én nagypapám és nagymám itt laktak. És a nyaralást úgy kell elképzelni, hogy én ide lejöttem, leszették rólam a gúnyát, kaptam egy darab klótnadrágot, és abban voltam bis 100 utalci, tehát minden nap. És ez egy paradicsom volt, mert meg kell mondjam, hogy az én nagyapám és nagymamám áldott jó emberek voltak. Becsületes emberek voltak, nem hiába szerették őket mindenütt, ahol ők valami hivatalt vezettek. Tulajdonképpen mielőtt ide költöztek volna, Alsónyéken volt ő főjegyző. És az
alsó nyékiek azért voltak nagyon hálásak, mert ők köveztek ki az első utakat alsó nyéken, addig földút volt, meg sár. És a másik nagy dolog volt, amikor azt az utat, amelyik itt Bátaszékről Alsónyék felé megy, és utána Pörbőre, azt először úgy szerették volna vinni, hogy a vasútvonal déli oldalán. De ő átvitte a alsónyéki oldalra, hogy belekötődjön a falu, és a Pörbőig az az út azért megy a bal oldalon, mert ő azt elintézte. Valószínűleg ki lehetne bolhászni, hogy ő még mit csinált, mert nagyon szerették. Majd mutatok egy emléklapot, amit kapott Alsónyéken, az ő ott viselt munkái után. Mi sem bizonyítja jobban az alsónyékiek háláját, mint az, hogy egy utcát is elneveztek az értük annyit tevékenykedő főjegyzőről. Ez egy ezüst lap, amelyiket annak, amikor ugye nyugdíjba ment, akkor ezt kapta. Volt egy nagy ünnepség. Ez 1936-ban volt, Mező László azután költözött családjával Bátaszékre. Ide költöztek, mert ezt megörökölték. Tehát úgy kerültek ők ide tulajdonképpen egy örökség folytán, és mikor ő ide, mint nyugdíjas átjött, akkor egy bizonyos idő után az itteni banknak lett pénztárosa, hogy itt azért nagyomán két gyönyörű rózsagruppot telepített, mely körbe volt rózsákkal, alul nyuszifül, gyöngykavics járóka, és azért kell tudni arról, hogy itt volt egy ilyen grupp, mert amikor felszabadultunk, akkor ebbe a épületbe különböző, akkor szovjet, például rádiós osztag, ahol hölgyek voltak, aztán lövész osztag, aztán tank. Ide bejöttek a tankok, és egy csomó gyümölcsfát akkor úgy ki írtottak, hogy be tudjanak állni. És volt egy nagy ünnepség, ahol az egyik szovjet katona szerelemféltésben, úgy látszik, agyonlőtte a másikat. És az itt volt eltemetve. Ha megvannak még a régi fa spaletták, akkor a golyónyomot azt mi nem tüntettük el. Tehát, hogyha a fatáblák megvannak, meg tudom mutatni, hogy hol ment ki arra a nyék felé, hol ment ki a golyó, ami egyszer átment már egy cselóekon. A házba sajnos nem sikerült bejutni, pedig biztosan sok érdekességet megtudtunk volna még arról, miket élhettek át ezek a falak. Mező Béla már évtizedek óta Budapesten él, elmondta, nem gondolta volna, hogy még visszalátogat a környékre. Ez azonban egy különleges alkalom volt. Ezek a rég megtörtént dolgok milyen kötődést jelentenek, hát azok az ő számukra azt a stabil múltat jelenti, amire ugye a múltra támaszkodva lehet jövőt építeni. Kell tudni, hogy honnan jöttünk, és akkor biztosabban tudunk előre menni. Nukina Nobuyuki, japán instruktor érkezett a bátaszéki karatésok edzésére, hogy megismerhessék és gyakorolhassák a tradicionális elemeket is a sportegyesület növendékei. A mester 2012-ben járt először Magyarországon, ekkor kezdődött kapcsolata a bátaszékiekkel. Legutóbbi látogatására 2019-ben került sor, a tanítványok pedig már nagyon várták, hogy ismét részt vehessenek az edzésén.
Három év kihagyás után újra tiszteletét tette a bátaszéki karatésoknál Nukina Nobuyuki mester, aki a vadokáj és a vadoriú stílust is oktatja. Edzéseiben mind a tradicionális karate, mind a sportkarate modern módszerei fellehetők. Nagy Ákos, a bátaszékiese karate szakosztályedzőjének véleménye szerint fontos, hogy a versenykaratét oktató szakemberek mellett a tanulóknak lehetőségük legyen a sporták hazájából származó mesterrel is találkozni, aki a harcművészet autentikus részét is megtaníthatja nekik. Azért különleges ez a mai nap, mert ismét ellátogatott hozzánk edzésre Nukina Nobuyuki japán mester, aki 10 éve instruktori szerepben szerepel a bátaszékiek tradíciós karate életébe. Ugye a versenykaratét azt megoldjuk más szakemberekkel, illetve a hazai klubokkal. Viszont magát a tradíciós karatét, az autentikus karatét, azt mindig a legjobb, hogyha olyan mesterektől tanuljuk, akik maguk is Japánban tanulták annak idején gyerekkorukban és fiatalkorukban, és Nukina mester egy ilyen alakja az európai karate életnek. Azt kell tudni róla, hogy kb. 15-20 évvel ezelőtt érkezett Európába. Ő gyerekként Japánba tanulta a karatét, majd a Nagoyai Egyetemen és a tanulmányai mellett az egyetemi csapatban karatézott, és versenyző is volt. Egy olyan fiatal japán generációs mestert kaptunk az ő személyébe, akivel nagyon hosszú távon tudunk tervezni. Tehát az Európában élő japán mesterek többsége azért már kiöregedőben van, 70 év fölött, és tényleg azt kell mondanom, hogy ebből a generációból szinte nincs is Európában élő mester, hanem ezeket a 40-50 év körüli japán mestereket úgy kell meghívni a másik kontinensről, és lám-lám, mi olyan szerencsések vagyunk, hogy itt él effektíve a közelünkbe. Nukina mester személyében egy olyan pozitív kisugárzású embert ismerhettek meg, aki jó hatással van mind a szellemi, mind a fizikális fejlődésre. A kapcsolatunk az egy véletlenek egybeesése volt. Pont szakítottunk emberi okokból egy másik hazai szövetséggel, és azon gondolkoztunk, hogy hogyan építsük fel a mi általunk megálmodott új csoportot. És pont Gyomendrődön voltunk egy edzőtáborban, és egy Ausztriában élő, de román származású ismerősöm hívott föl, hogy figyelj, itt van Bukarestben egy fiatal japán srác, aki nagyon szívesen felveszi veletek a kapcsolatot, hogyha ti meginvitáljátok Magyarországra, és próbáljátok együtt dolgozni. Hát gyakorlatilag így, hogy pont búsultunk, hogy mi lesz velünk, és akkor ilyen villámcsapásként ért bennünket pozitív értelemben ez a telefon, és hát egyből felvettük vele a kapcsolatot. Ez 2012 nyarán volt, és novemberben már úgy hozta a sors, hogy itt Bátaszéken tartott egy edzést, megnézte a bátaszéki templomot, elvittük Borkostolóra, és egyből bátaszékivé avattuk mindenféle értelemben, és a bátaszéki karatékák is barát és abszolút pozitív habitussal álltak az ő személyhez. Egyébként olyan habitussal, amilyen ő maga, egy nagyon pozitív kisugárzású ember, akivel a karatén kívül is nagyon jó beszélgetni, és nagyon, hogy mondjam, egy ilyen pozitív atmoszféra lengi körül az embert, amikor az ő társaságában van. És gyakorlatilag ez 2012-ben a véletlenek egybeesése révén kezdődött, és azóta tart. Without wasting our form. Yeah, that means kamaka. Hogyha ezt tartod, akkor tartani tudod a formát is, és közvetíteni az energiát. Kaszás Maja, az egyesület egyik legsikeresebb versenyzője, a mester edzésén vehette át a fekete övet tanúsító oklevelet. Azt mondja, a Bátaszéki Egyesület tagjai olyan, mint egy nagy család, melyben a kicsitől a nagyokig mindenki bizalommal fordulhat a másikhoz. Én 2006 óta karatézom. Nem számoljuk már mióta, most már ott tartunk lassan. Én mindig egy ilyen harcias kislány voltam inkább, és hát Bátaszéken adott volt, mint küzdősport a karate, így egyértelmű volt, hogy én ezt ki fogom próbálni, és hát az első perctől szerelem volt, ha ezt így lehet mondani, és azóta gyakorlatilag töretlenül űzöm ezt a sportágat.
Nagyon sokat versenyeztem, most kicsit pihentetem a versenyzést. Hát az utóbbi legnagyobb siker, amit magamévá tudhatok, az az, hogy megszereztem a fekete övet tavaly nyáron. Ez szerintem úgy lehet a legjobban itt egy sport közben, hogy rendesen dolgozol, rendesen figyelsz, és ha ezt a szellemiséget átragasztod a kicsikre, ezt átveszik egyből. A mester látogatásának köszönhetően egy jó hangulatú edzésnek lehettek részesei a bátaszékiesek karatésai, ahol betekinthettek a tradicionális japán vadó stílus mozdulataiba is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!